Főbb híreink. Heizler András előzetesen nem tudta, hogy kik lesznek jelen az amerikai nagykövet széderesti vacsoráján. 600 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök a húsvét alatt. Kovis Abtay rendőr főkapitány egy interjúban kommentálta a Ramadán és a Pészák kezdetén a Templomhegyen lévő mecsetben végrehajtott rendőri razziát. A Donyeck megyei Bammutban az orosz erők a felperzselt föld taktikáját kezdték alkalmazni, jelentette ki Alexander Szirszky. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV híradóját látják, belföldi híreink. Gyöngyösi Márton személye zsidó körökben különösen nem kívánatos, a Mazsihisz pedig 8 éve dekrálálta. Nem kíván a Jobbikkal párbeszédbe bonyolódni, és ez a 8 évvel ezelőtt meghozott döntés ma is érvényes, közölte Heizler András. A zsidó szövetség elnöke mindezt azután mondta, hogy David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete, a Pészák alkalmából ünnepi vacsorát rendezett, amelyen többek között jelen voltak zsidó listázását korábban szorgalmazó Gyöngyösi Márton, a Jobbik konzervatívok elnöke és EP képviselője is. A Mazsihisz a Jobbikkal továbbra sem folytat semmiféle párbeszédet, reagált Heizler András, a Mazsihisz elnöke. Heizler András a mazsihisz.hu érdeklődésére elmondta, egy meghívás az USA nagykövetétől megtiszteltetésnek számít, ezért kötelességének érezte, hogy az invitálást elfogadja. Hozzátette azonban, előzetesen nem tudta, hogy kik lesznek jelen a vacsorán. Mint fogalmazott, csak a helyszínen konstatálta, hogy az ültetési rend szerint éppen vele szemben a Jobbik elnöke, Gyöngyösi Márton kapott helyet. A Mazsihisz elnökét meglepte Gyöngyösi jelenléte, de nem szeretett volna botrányt kelteni azzal, hogy az est elején föláll és ott hagyja a meghívó felet, mert a Mazsihisz elnöke nem sértheti meg az USA nagykövetét. Minden esetre nem tartja hiba nélkülének, hogy előzetesen nem kapott tájékoztatást Gyöngyösi részvételéről. 600 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 217, szombaton 170, vasárnap 205 jogellenes az ország területén tartózkodó külföldi tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a rendőrök. Az ország belsejében 8 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 1373 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten március 27-től április 2-ig a feltartóztatottak száma 1159 volt. Emellett az elmúlt héten az ország belsejében elfogtak 41 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 35 gyanúsított ellenindult eljárás, derül ki a rendőrség összesítéséből. Az elmúlt évben a Balaton körüli kerékpárút csak nem egy negyedét felújították, és a 800 kilométernyi a jelenlegi bringa körön kívül eső kerékpározható útvonalat további 600 kilométerrel szeretnék bővíteni, hogy a turisták a parttól távolabb eső tájakat is felfedezhessék. A balatoni bringa körút, ami 206 km hosszú, az elmúlt években fokozatosan szakaszról szakaszra megújult, mondta Prinzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke. Tavaly a teljes bringa kör egynegyedét építették újjá, így biztonságosan és élményszerűen körbe lehet biciklizni a tavat. Emellett a térségben kijelöltek további 800 kilométernyi kerékpárutat, jól kerékpározható kisforgalmú közutat és erdészeti utat. Ezeken az útvonalakon felmérték az összes turisztikai szolgáltatót, ingyenesen látogatható attrakciót és szolgáltatást. A szövetség elnöke hozzátette, hogy az összesen 1000 kilométernyi úthálózaton belül három fontos közlekedési csomópont van. Az egyik Balatonfüred, a másik Balatonföldvár, a harmadik pedig Keszthely, ahol múlt hétvégén adták át a keszthelyi Balaton Bike 365-ös kerékpáros szolgáltató pontot. Ez az Energia téren a Mólóval szemben található, a balatoni bringa körön. Külföldi híreink. Jákob Kovis Abtay rendőrfőkapitány a Kán közszolgálati műsorszolgáltatónak adott interjújában kommentálta a Ramadán és a Pészák kezdetén a Templomhegyen lévő mecsetben végrehajtott rendőri razziát, amely biztonsági eszkalációhoz vezetett. Abtay szerint a múlt heti behatolások elrettentő hatással voltak a randalírozókra, fiatalok egy csoportjának sikerült feltüzelnie a területet, mi pedig ennek megfelelően reagáltunk, magyarázta a rendőrfőkapitány az eszkaláció utáni első és exkluzív interjúban. Korábban nagyon komoly felkészülést végeztünk, mind operatív, mind kommunikációs szempontból. A szélsőséges elemek Izrael határain kívül Júdea és Szamária térségében, valamint az ország határain belül is mindent megtettek, hogy felkavarják és feltüzeljék a területet.
Sajnos fiatalok nagy csoportját sikerült felhelgernünk. Sabtay megjegyezte, hogy a behatolás éjszakáján több mint 400 ember barikádozta el magát a hegyen petárdákkal, robbanóanyagokkal és kövekkel, elzárva a mecset ajtaját és veszélyeztetve a rendőrséget. Tanulunk az esetből, nem a rendőrök gyalázták meg a helyet, hangsúlyozta Sabtay. Több ezer izraeli telepes aktivista, jobboldali szervezetek tagjai, valamint magasrangú kormányminiszterek vonultak hétfőn délután a ciszjordániai Efjatár illegális ciszjordániai helyőrséghez. A vonuláson szélső jobboldali miniszterek, köztük Ben-Gvir és Smotrich is Efjatár településre tartott, hogy legalizálják az előőrsöt, ami már amúgy is feszült biztonsági helyzetet fokozza tovább. Az izraeli 12-es csatorna jelentése szerint több mint 10 000 izraeli vett részt a felvonuláson, míg a Kán közszolgálati műsorszolgáltató 17 000-re tette a számukat. Az izraeli védelmi erők a Jerikó melletti Akabat Jab menekültáborba letartóztattak egy keresett személyt, akit terrorista tevékenységgel gyanúsítanak. A harcosok körülvettek egy épületet, ahol terroristák tartózkodtak. Az akció során heves zavargások alakultak ki, a robbanóanyagok és molotov koktélok dobálása mellett lövéseket is leadtak a csapatokra. Az izraeli erők viszonozták a tüzet éles, valamint kevésbé halálosnak tekintett lövedékekkel, és sérüléseket azonosítottak. A palesztin hatóság egészségügyi minisztériuma szerint egy tinédzser meghalt az összecsapásokban. A Wafa palesztin hírügynökség a 15 éves Muhammad Fayez Bihalkin azonosította. Mindeközben az éjszaka folyamán 4 keresett személy tartóztattak le Júdeában és Szamáriában is. A biztonsági erők a szamáriai Sehemben letartóztattak egy keresett személyt, akit terrorista tevékenységben való részvétellel gyanúsítottak. Az akció során gyanúsítottak robbanóanyagokkal és kövekkel dobálták meg a harcosokat. Amikor a csapatok elhagyták a várost, tüzet nyitottak 2 katonai járműre, egy tiszt és katona könnyebben megsebesült a repeszektől. A sérülteket kórházba szállították, családjaikat értesítették. Egy brit izraeli nő belehalt a sérüléseibe, amelyeket egy pénteki Cisjordániában elkövetett lövöldözésben szerzett, és amelyben 2 lánya is meghalt, közölte egy jeruzsálemi kórház. Szomorúan jelentjük be Lucy Liakdi elhunytát, aki a múlt pénteken a Jordán völgyben elkövetett halálos kimenetelű támadás áldozata lett, áll a kórház hétfői közleményében. Sajnos az intenzív és fáradhatatlan erőfeszítések ellenére sérüléseinek kritikus jellege miatt a csapatnak a mai napon meg kellett állapítani a halálát. Díj súlyosan megsérült az Izrael által megszállt Cisjordánia Jordán völgyében, elkövetett támadásban, amelyben meghalt 2, egy 16 és egy 20 éves lánya is, akiket vasárnap temettek el. Az iráni iszlám köztársaság nyomást gyakorolt az ország kicsiny zsidó közösségére, hogy ne ünnepeljék pénteken a Pészak végét, hanem vegyenek részt az Izrael megsemmisítésére felszólító, évente megrendezett Izrael ellenes Al-Quds napi tüntetésen. Beni Shapti, a Jeruzsálemi Stratégiai és Biztonsági Intézet Irán szakértője, a The Jerusalem Postnak azt mondta, hogy csendes nyomás van, és mindenki tudja a szerepét ebben a rezsimben, és a rezsim nem fog bántani, ha az Al-Quds napi felvonuláson tüntetsz. Hangsúlyozta, hogy az iráni zsidó közösségnek támogatnia kell az Al-Quds napi tüntetést, hogy túlélhessen a totalitárius iszlám államban. Megjegyezte, hogy sok iráni zsidót ér kár, akik így az Al-Quds napi tüntetésen való részvétellel elkerülhetik a nagyobb veszélyt. Az iráni iszlám köztársaság alapítója Khomeini Ayatollah 1979-ben hívta életre az Al-Quds napot, amely egy világméretű demonstráció, amelyet tiltakoznak Izrael állam létezése ellen. A Donyeck megyei Bakhmutban az orosz erők a felperzselt föld taktikáját kezdték alkalmazni. A városban a helyzet súlyos, de az ukrán csapatok ellenőrzésük alatt tartják, jelentette ki Alexander Szilszki, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka. A katonai vezető megjegyezte, hogy ugyanezt a taktikát alkalmazták az orosz csapatok Szíriában is. Kifejtette, hogy légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel rombolják le az épületeket és katonai állásokat a városban. Kiemelte, hogy az ukrán katonák támadó műveleteikkel kimerítették a Wagner orosz zsoldos csoport tartalékait, ezért az orosz hadsereg most kénytelen különleges erőket és légideszant egységeket bevonni a Bakhmutért folyó harcokba. Minsknek garanciákra van szükség Moszkvától arra, hogy Oroszország saját területként védelmezi meg Fehér Oroszországot abban az esetben, ha utóbbit külső támadás érné, jelentette ki hétfőn Minskben Alekszandr Lukasenka fehér orosz vezető, Szergej Szojgu orosz védelmi miniszterrel folytatott sajtótájékoztatóján. Lukasenka elmondta, hogy az ügyet korábban már Vlagyimir Putyin orosz elnöknél is felvetette, aki egyetértett vele és úgy nyilatkozott, hogy egy garanciákra valóban szükség van, és formálisan is rögzíteni kell azokat.
Észak-Írországba utazik kedden Joe Biden amerikai elnök, aki részt vesz a nagypénteki rendezési megállapodás, hivatalos nevén a belfasti egyezmények aláírásának 25. évfordulója alkalmából szervezett eseménysorozaton. A történelmi horderejű megállapodást, amely fokozatosan véget vetett a gyakran véres merényletekbe, összecsapásokba torkoló észak-írországi szektariánus villongásoknak, 1998. április 10-én írta alá Tony Blair, akkori brit miniszterelnök, és Bertie Ahern ír kormányfő. A Downing Street tájékoztatása szerint Biden ma este érkezik Belfastba, ahol Rishi Sunak brit miniszterelnök fogadja. A négy napos látogatás során az amerikai elnök ellátogat az ír köztársaságba is. Joe Biden a tervek szerint beszédet mond az ír parlamentben, és találkozik Michael Higgins ír államfővel is. John Kennedy, Ronald Reagan és Bill Clinton után Biden lesz a negyedik amerikai elnök, aki felszólal a dublini törvényhozásban. Legalább 5 ember vesztette életét egy lövöldözésben Louisville-ben, Kentucky államban, jelentették amerikai hatóságok. További 8 ember pedig súlyos sérülésekkel szállított a kórházba, köztük egy rendőrt. Az áldozatok között gyerekek is vannak. A lövöldözés belvárosában az Old National Bank épületében történt. A rendőrség lezárta a környéket. A szövetségi nyomozóiroda is segít a hatóságok munkáját. A Louisville rendőrség megnyugtatta a lakosságot, hogy a fenyegetést elhárították, így már nincs mitől tartaniuk. Pyongyang nem válaszolt az Észak-Korea és Dél-Korea között létesített forró dróton megszokott reggeli telefonhívásra hétfőn, jelentette be a Dél-Koreai Ország Egyesítési Minisztérium. A hívásokat a hétvégé kivételével ejtik meg, Pyongyang péntek reggel sem válaszolt, tette hozzá a tárca. A két ország a korábban megbeszéltek szerint naponta kétszer telefonál egymásnak, helyi idő szerint reggel 9-kor és délután 5-kor. A dél-koreai védelmi tárca emellett azt közölte, hogy Pyongyang 4 napja a katonai forró dróton sem elérhető. A két ország között a viszony az utóbbi időben ismét feszülté vált. Az észak-koreai állami média pedig szombaton bejelentette, hogy a kommunista állam hadserege újabb tesztet hajtott végre egy nukleáris célokra alkalmas vízfelszín alatt támadó drónnal. Az Észak-Korea hónapok óta rendszeresen tesztel különböző fegyvereket, és az elmúlt hetekben fokozta a tevékenységét válaszul a közös amerikai dél-koreai hadgyakorlatokra, amelyeket Pyongyang többször élesen bírált és háborús készülődésnek minősített. Bővebb információt a brailleprice.com vagy a hetitv.com oldalon olvashatnak, most pedig pár mondat az időjárásról. Ma általában felhős, de helyenként napsütéses idő várható. Este egy kisebb hideg front érkezik. A hőmérséklet jellemzően 13-17 fok köré emelkedik. Én megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!